A Mátra-hegység keleti oldalán, a Tarna-patak völgyében kis ékszerdobozként bújik meg egy falucska, Tarna Szent Mária. Ebben az ékszerdobozban kincs is rejlik. Magyarország egyik legősibb és legkisebb, ma is működő katolikus temploma, amely a település középpontjában kiemelt helyen áll. Építése a 10.-11. század környékére tehető. A bizánci hatások és keleties díszítések együtt teszik igazán érdekessé építészeti összképét. Belső faloszlopainak csigavonalas és lépcsőszerű díszítései fafaragási előzményekre, hagyományokra utalnak. A honfoglaláskori magyarság kaukázusi világáról tanúskodik a déli falba vésett szalagfonatos csomódísz, amelynek a középkori hiedelemvilág szerint bajelhárító hatása volt. Az egyhajós templom hozházát kelet felől kívül patkó alakú, belül háromkaréjos, boltozott szentélyrész zárja le. A hajóból lépcső vezet fel a szentélybe, amely alatt kis altemplom húzódik. Az itt kialakított sírhelyet a feltárásakor már üresen találták. Az épület a török hódoltság alatt nagyon sok kárt szenvedett, 1734-ben állították helyre. Az egykor Szent Istvánnak ajánlott templomot felújítását követően Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. Az építményt később Dankó Mihály verpeléti plébános bővítette ki a 19. század második felében. Ekkor emelték a jelenlegi kőtornyát is. Mai formáját a templom az 1977-től 1986-ig tartó műemléki feltárás és felújítás során nyerte el. Vajon kinyugodott az altemplom sírjában, és kinek az akaratából emeltettek ezek az ősi falak? Major Jenő település történész felvetése, hogy talán egészen Géza fejedelemhez, szorosabban pedig az Aba nemzetségéhez vezetnek a történelem szálai. Erre azonban nincs kézzelfogható bizonyíték. A Tarna Szent Máriai Sarlós Boldogasszony templom még számos titkot őriz keletkezésének körülményeiről, de falai, oszlopai és kövei büszkén hirdetik a magyarság ezer éves itt létét.